Tavasszal a kifejezetten erős virágzás, a gazdag virágrügy berakódottság még annyira bíztató volt, hogy gazdag 80-90 ezer tonnányi országos termésben reménykedtek a megytermelők. A hűvös április, a fagyok, majd a fényszegény időjárás miatt rossz lett a terméskötődés, és csak közepes termés maradt a fákon. A termés átlagok messze elmaradtak a vártnál. Sajnos a szüretkori időjárás sem kímélt bennünket. Ugye a megy betakarítása 90%-ban gépi eszközökkel, rázó gépekkel történik, és hogy ez megtörténhessen, ugye kezeljük a gyümölcsöt érés előtt egy olyan anyaggal, ami segíti a gyümölcs kocsánytól való elválását, leválását, és ezáltal ez a gyümölcs a szüret előtt néhány nappal nagyon könnyen leválik a száról. Ebben az időszakban, hogyha egy vihar, egy szeles időjárás jön, akkor nagyon nagy kárt szenvednek el a termelők, hiszen a gyümölcsnek nagy hányada kerülhet a földre, ahonnan már nem lehet összeszedni és nem lehet beszállítani a gyárakba. A megy felvásárlási árát 180-200 forintos sávban határozták meg a gyárak. Sok termelő elégedetlen, mivel 20-30%-kal kevesebbet fizettek nekik a tavalyi árakhoz képest. A mézédes és különleges ízvilággal rendelkező magyar megy nem csak belföldön keresett gyümölcs, külföldön is széles körben értékesítik ízvilága miatt. A magyar megyfajták, mondhatom az bátran, hogy a világ megyfajta szortimentjétől jelentős mértékben eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A magyar megy nem savanyú. Egy harmonikus, édes-savas ízvilággal rendelkezik, eltérően például a Montmorency, Chateaumorelli fajta kör, ami az amerikai, nyugat-európai országokban termelt medgyeket jelenti. Ezért is innen a név, ugye a medgyet angolul savanyú cseresznyének hívják, ami nekünk nem egy jó marketing fogás, hiszen a savanyú ízt azt nem biztos, hogy kedveli a vásárló, de a magyar megyfajták nem ilyenek. A megyeladás jelentős bevételt jelent az országnak. A termés nagy hányadát külföldön értékesítik, főként Németországban. Az újfehértói kutatóállomáson többek között a különböző gyümölcsfajták nemesítésén dolgoznak, hogy a gyümölcsök megfeleljenek a trendeknek, és versenyképesek legyenek a világpiacon.